Lopnak, csalnak, hazudnak, ezt mondta a kormányról évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc. Szerinte Magyarország egy dologban teljesített jól, abban, hogy milliók kerültek mély szegénységbe. A DK-val egy időben a Jobbik elnöke is évet értékelt, februárban Orbán Viktor is fog, de még nem árulják el, hogy mikor. Török Réka összeállítása. Én, ha Európa felé indulnék, úgy látnám, hogy ez itt a földi paradicsom. Sehova máshova. Csak a szociális biztonság mennyországát ígérő Magyarországra jönnék. Hegedűvel és csellóval várta a vendégeket Gyurcsány Ferenc. Meg is telt az egyik belvárosi szálloda konferencia terme. Az idén 11. alkalommal tartott évértékelőt Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök, aki nem ismeri a számokat, na nem csak azokat nem ismeri, azt mondja, hogy Magyarországon csökkent a szegénység. Úgy látom, hogy ha valami csökkent, akkor ennek a kormánynak a józansága és tényismerete. Nesze neked erős Magyarország. Ezt sikerült elérni. Soha korábban nem látott mértékben mennek el fiataljaink ebből az országból. Gyurcsány szerint 2014-ben a remény és a reménytelenség között bukdácsolt Magyarország. És ha ilyen ütemben folytatódik a kivándorlás, akkor 2060-ra Magyarországon összesen 7,5 millióan leszünk csak. Megszüntették a lakhatási támogatást. Megszüntették a méltányossági ápolási díjat. Megszüntették a méltányossági közgyógyellátást. Mostantól nincsen óvodáztatási támogatás. Hát tényleg. A DK-val egy időben a Jobbik is évértékelőt tartott. Vona Gábor azt mondta, le kell váltani az elmúlt 25 évet. Szerinte Magyarország bajban van, az embereknek pedig békére és nyugalomra van szüksége. Az évértékelőt egyébként Orbán Viktor vezette be Magyarországon. Orbán évértékelőire évről évre nagyjából ugyanazok a meghívottak érkeznek, ugyanazon a helyszínen van, és hasonló a koreográfia is. A tavalyi évértékelő Orbán azt tekintette fő feladatának, hogy a 4 év alatt felépített értékeket megvédje. A régiónk a fellendülés korszaka elé néz. Célul tűzhetjük magunk elé, hogy Magyarországon a munka után még kevesebbet kelljen adózni. Célul tűzhetjük, hogy nálunk legyen a legolcsóbb energia egész Európában. El tudjuk érni, hogy mindenki, aki dolgozni akar, az dolgozhasson, és tisztességgel megélhessen a munkájából, és eljuthatunk oda, hogy minden fiatal esélyt adó jó iskolába járhasson Kolozsvártól Budapesten át Szabadkáig. És képesek leszünk eljutni oda, hogy minden fiatal annyi gyermeket vállalhasson majd, amennyit szeretne. Az elmúlt évben a beszédeket egyértelműen elvitte a választási kampány. A miniszterelnök a választásra való buzdítással zárta az értékelését. Fújjátok meg a kürtöket, és nyergeljetek, mert holnap reggel indulunk. Megkérdeztük, hogy mikor lesz Orbán Viktor idei évértékelő beszéde. Válaszként annyit kaptunk, hogy februárban biztosan megtartja. Pontos dátumot azonban egyelőre nem lehet tudni. Török Réka, 7/24.